A Bácskos-Utfalvi iskolában is sztrájkolnak. Elkezdődtek a múzeumi esték. Hagyományos disznótor a vásártéri otthonban. Megkezdték a horgászengedélyek kiadását az idei évre. Köszöntöm kedves nézőinket, február 4-i híradónkat látják. A szerbiai állami költségvetésből idén 245 millió dinárt választanak ki a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak finanszírozására, ez pedig a tavalyi összegnél 5 millióval több, közölte ma Suzana Paunovic, az emberi és kisebbségi jogokkal foglalkozó iroda igazgatója. Az idei állami költségvetés restriktív, de az iroda ragaszkodott ahhoz, hogy a források összege ne csökkenjen, mert az veszélyeztetni a nemzeti tanácsok működését, magyarázta Paunovic az első olyan ülésen, amelyen a költségvetési eszközöknek a nemzeti tanácsok számára való elosztásáról esett szó. Kifejtette, növekedett ugyan a kisebbségi nemzeti tanácsok számára előirányzott összeg, de mivel az újonnan alakult montenegrói nemzeti tanács megalapítására 7,6 millió dinárt kellett kiválasztani, a többi tanácsnak gyakorlatilag kevesebb pénz jut, mint tavaly. Gordana Govedarica az iroda képviseletében felszólalva elmondta, a keret 30%-át egyenletesen osztják szét a nemzeti kisebbségek között, 35%-ot a tanácsok által támogatott intézmények kapnak, a fennmaradó 35%-ot pedig a kisebbségek lélekszámát alapul véve osztják szét a nemzeti tanácsok között. A Mórahalmi önkormányzat támogatja, hogy egy új átkelőhelyet alakítsanak ki a homokháti kisváros és Horgos között a magyar-szerb határon, közölte Nógrádi Zoltán polgármester az MTI-vel. A fideszes politikus úgy fogalmazott, Szerbia a magyar kormány által támogatott Európai Uniós csatlakozását igyekeznek a helyi közösségek szintjén is segíteni. Amikor Szerbia uniós tagország lesz, megnyílik a lehetőség a schengeni csatlakozáshoz is. Ennek időpontját jelenleg azonban még nem lehet meghatározni, de a felkészülést el kell kezdeni. A határmenti települések arra törekszenek, hogy 5 kilométerenként megfelelő infrastruktúrával ellátott határkeresztezési pontok legyenek, ahol határátkelő helyeket lehet kialakítani. Szerbia schengeni csatlakozását követően pedig megfelelő közlekedési kapcsolatot teremtenek a szomszédos települések között, mondta a polgármester. A Gazdakör társszervezésében tartják meg a hagyományos disznótort a vásártéri otthonban szombaton. A rendezvénynek hagyományőrző jellege is van, hiszen látható lesz, hogyan zajlott egykor tájainkon a sertés feldolgozása. Bábi Lajosról, a Topolyai Gazdakör elnökével beszélgetünk. Szombaton szervezik meg itt a vásártéri otthonban a hagyományos disznótort, a disznóvágást. Halljuk a részleteket. Hát igen, és szombaton, tehát február 7-én reggel 6 órai kezdett el, szervezzük meg a hagyományos disznótort, amit ugye a Gazdakör és a Topolyai Földműves Egyesülete közösen szervez. Tehát délelőtre meghívjuk azokat a személyeket, akik érdekeltek, vagy szeretnének eljönni egy közös reggelire. Tehát egy ilyen disznótoros reggel, ez azt jelenti ilyen sült szalonna, sült vér, sült máj, és hát forralt bor és teja. Ez volna ugye a reggel. Aztán természetesen este 7 órai kezdettel meg lesz a disznótoros hagyományos bál, ami szokott is lenni, amit a Gazdakör teljes egészében szervez. Hát erre már megvannak a személyek, akik jelentkeztek, főleg a tagság, meg egy-két ugye barátja. És hát nem csak az evésről és a bálról szó lesz, hanem a hagyomány ápolásról, a hagyomány őrzésről is, és hát vannak gondolom olyan fiatalok, akik még nem látták, hogy hagyományos módon valamikor egykor hogyan történt a sertésnek, a disznónak például a pörzsölése és az egyebek, tehát ez is látható lesz majd. Igen, természetesen ezek láthatók lesznek, tehát 7 órakor kezdjük azt a disznót levágni, amelyiket ilyen hagyományosan fogunk elvégezni, és pedig az, hogy ez le lesz forrázva. A forrázás után egy ilyen régi stílusú fapörkölővel, ami az 50-es, 60-as évek között dolgoztak vele, avval fogjuk pörkölni, és utána ugye természetesen annak a fölpucolása, bontása, és hagyományosan lesz csinálva minden, ahogy ugye már 50-60 éve is így csinálták.
Továbbra is Bábi Lajossal, a Topolyai Gazdakör elnökével beszélgetünk, javában tart egyébként a téli előadás sorozat, ez szokványos, és hát az idén is olyan témákat dolgoznak fel, amik a legjobban érdekli, gondolom, a tagságot. Hát igenis, mai nap 4-én, 10 órai kezdettel a Vásártéri otthonban megszerveztünk egy előadást, amik a pionír makukoricákat reklámozzák, és az új fajtákat bemutassák, és úgy szintén a DuPointnak a vegyszereit, annak az alkalmazása, legyen az buza, kukorica, napraforgó, szója, cukorrépa, stb. A sertések iránt továbbra is gyérkereslet tapasztalható, az árak pedig nyomottak. Eddig a malacára tartotta magát a 2 eurós szinten, de mostanra az is csökkenni kezdett. Nem lehet figyelmen kívül hagyni az, ami a sertés piacon történik. Az utóbbi időben már akkor is elégedetlenek voltak a termelők, amikor 150 dinár alá ment az élősúly, de az utóbbi időben azt halljuk, hogy már 100 dinár alatt, tehát ott a mácsvai körzetben 90 dinárért is odaadja valaki a sertést, csak azért, hogy ne halmozza tovább a veszteséget, tehát ne kelljen tovább etetni neki. Tomik Nimrod termelővel beszélgetünk. Ilyen rémhíreket én is hallottam már egyelőre itt a mi környékünkön, 120 dinár környékén van a sertés felvásárlási ára, ami abszolút a termelést se fedezi, tehát ilyenkor most mínuszban dolgozunk. Hogyha az előző évet nézzük, a 2014-es évet, akkor úgy gondolom, hogy összegezve, tehát az egész évet elégedettek lehetünk, mert lehetett keresni a sertésen, viszont egy hónap alatt a 180-90 dináros árról 120 dinárra esett le, ami több mint ugye 60%-os esés, és hát ebből is látszódik, hogy mennyire gyenge lábokon áll a sertés ágazat itt Szerbiában. Többen találgatnak, hogy ennek mi lehet az oka. Azt mondják, hogy külföldről érkezik be rossz minőségű hús, amitből virslét, pástétomot készítenek, és a tőkehúsnak pedig annyira kevés kell, hogy ezt a hazai piac bőven el tudja látni. Másrészt az emberek megijednek ilyenkor, és abszolút áron alul is kénytelenek eladni a jószágaikat. Követelik a termelők, illetve a tenyésztők azt is, hogy az árutartalékok lépjenek közbe és vásároljanak fel minimum 160 dináros áron egy bizonyos mennyiségű sertést. Szerinted ez megoldás lenne? Hát gyorsan megoldást jelent, hiszen többeknek problémát okoz az értékesítés is, hiszen azok, akik nincsenek kiépített vonalaik, illetve nincsenek olyan fölvásárlóik, akikkel évek óta együttműködnek, azok vannak most a legnagyobb bajban, hiszen el se tudják adni a jószágaikat. Valószínűleg, hogy egyénén akciót meg lehet majd szervezni, de úgy gondolom, hogy ez csak tűzoltás lenne. Szarvasmarha tenyésztéssel is foglalkozol, ott mi a helyzet? Szarvasmarha tenyésztés egyelőre stabil az ár évek óta, 2 euró és 2 euró 20 cent közötti árért tudjuk értékesíteni a szarvasmarhákat. Itt problémát jelent az, hogy a kis jószágok nagyon-nagyon drágák, és még 8-10 évvel ezelőtt úgy lehetett számolni, hogy egyharmad volt a kis borjúnak az ára, egyharmad volt a takarmány, és utána egyharmad a haszon. Most ez teljesen a kis növendékmarhának a számlájára tudjuk írni, mivel annak nagyon fölment az ára, hogy a kereset már lényegesen kevesebb. Visszatérve a sertéstenyésztés témakörére, talán meglepő paradoxonnak tűnik ugye első látásra, hogy ott is a malacára az tulajdonképpen tartja magát. Tartja magát, a tegnapi információim szerint már annak is csökken az ára, tehát azt is elég nehéz lesz eladni. A termény árak azok, amik egy kicsit magasabbak, és hát Szerbiában ez jellemző, érdekes, hogy amikor olcsó a takarmány, akkor drága a hízó, és amikor drága a takarmány, akkor a hízónak az ára megy le. Ez az igazi paradox helyzet. Ilyen mélyponton talán csak 2003-ban volt, amennyire én tudom, mert ugye most lecsökkentettük egészen minimálisra az anyakoca tartást is, mert ugye más körülmények álltak elő, meg ez a nagy ilyen oszcilláció ugye a termelésben, ez a kisebbeket nagyon veri, mert ugye a hosszabb ideig van olcsóbb árnak, elviszi azt a kis jó árat, ami évközben talán valamennyi ideig jelen van. Tehát most is az van, hogy nem tudunk, van ott van 27 malacka, nem tudjuk őket eladni, mert nincs rá vevő. Kínálhattuk minkasztat akárkinek, meg jönnek ilyen kupicok, azok csak úgy akarják darabszámra, ugye szép olcsó pénzé, de hát úgy meg nem lehet, mert így a rendes, a kijelölt áron is mínusz, nem, hogy még
ugye lehet, hogy muszáj lesz, hogy árulnak eladni őket, mert nem bírjuk megkizdani, mert nem csak azért, mert hogy a takarmány most hiány vagy nem hiány, hanem az, hogy még több összeveszteség. Kivontak 3 orvosságot a forgalomból Szerbiában, közöltem az Egészségügyi Minisztérium és a Gyógyszerügynökség. Ezentúl nem kapható a patikákban az alvotadin tabletta, a Tridox és a Panalimus kapszula. Az alvotadint allergiás reakciókra szokták felírni, ez leváltható másik gyógyszerrel. A Tridox egy antibiotikum, míg a Panalimus egy speciális gyógyszer, amit olyan páciensek szednek, akiknél szervátültetést végeztek. Hangsúlyozták, hogy a gyógyszerek kivonása a forgalomból egy óvintézkedés, és nincs összefüggésben a gyógyszerek által okozott mellékhatásokkal vagy az említett orvosságok biztonsági profiljával. Ma kaptuk az értesítést, hogy a pedagógusok sztrájkjához, amelyben eddig a Topolyai Nikola Tesla és a Csáki Lajos általános iskola, valamint az Entagunarosi október 18-a és a Krivajai Vukkaradzsics általános iskola vett részt, csatlakozott a bácskosútfalvi Idős Kovács Gyula általános iskola is. Tegnap tartották az idei év első múzeumi estjét, ezúttal Nagy Tibor Topolya vizeiről értekezett. Miért választotta ezt a témát? Hát végülis a témát nem én választottam, egy kicsit rám erőtették, de úgymond adóssággal tartozom, mert egyszer évekkel ezelőtt megígértem, hogy tartok én majd egy előadást Topolya vizeiről, és mivel az mindig elmaradt más okoktól kifolyólag, akkor most ráléptem kényszerítve egy kicsikét, hogy igenis most a vizekről és Topolyáról meséljek, és hát végül is az előadásom az gyakorlatilag a 18., 19. és 20. századot foglalja össze, többé-kevésbé Topolya betelepítésétől, vagy pontosabban az 1770-es évektől, tehát durván 20 évvel a betelepítés utánról indulok, és külön tárgyalom a 18., 19. századot, mindenek előtt Topolya város és a Krivaja folyó kapcsolatát, illetve Bácsér, hogy most már magyarul mondjuk, mert ez a régi nem magyar neve, a Bácsér-Pata kapcsolatát, ugyanis hát mink a Telecskai fennsíkon vagyunk. Ez egy olyan magaslati pont, ami miatt nagyon kevés vízünk van. És gyakorlatilag igazán két patak van, aminek a völgyében az ember meg tudott telepedni, az egyik a Bácsér, a másik pedig a Csík. Ugye Topolya is nem hiába Bácsér völgyébe telepedett, és a szűkebb központot egyébként a legrégebbi térképeken is nem hiába völgyként említik. Ugye a völgy ez olyan értelemben is az egyedüli megélhetési pont volt, ahol volt elég és elég tiszta víz. Na most a 18. 19. században, ha bár szenvedtek az őseink a vízzel, azért tudták azt kontrollálni, irányítani, szabályozni, és meg tudtak vele is mellette élni, minden nehézség mellett. Sajnos a 20. században és a 21. század elején mink ezt a képességet elveszítettük, így tönkretettünk minden vizet, kettő ebből a vízből egyre kevesebb van. És jelen pillanatban ugye most ott tartunk, hogy évtizedeken keresztül fizetjük a különböző adókon keresztül a víz elvezetést. Most inkább ezt a pénzt szerény véleményem szerint arra kellene fordítani, hogy vizet inkább itt tartsuk, megtartsuk, mert a víz érték, a tiszta víz, az ivóvíz egyre nagyobb érték lesz az elkövetkezendő évtizedekben, és nem mindegy, akár az ilyen kis mikroközösségekben is, hogy mennyi vízük van, vagy mennyi nincs, csak egy példa. Az 1980-as években voltak felmérések, ami szerint Topolya városnak körülbelül 4-szer kisebbek a víztartalékai, mint a tőlünk 6 kilométerre levő, és jóval-jóval kisebb településnek, Bajsának, amelyek 4-szer akkora víztartalékai vannak. Tehát a vizet igenis meg kell becsülnünk, meg kell őriznünk, meg kell tartanunk, és mindent meg kell tenni, hogy ezt a megtartott vizet tiszta formába tartsuk meg. A következő előadást február 10-én kedden 18 órai kezdettel tartják a Művelődési Ház kiállító termében. Szutorovics Edit Ökológia harmadik szemszögből címmel tart majd előadást. A Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban februárban is lesz fürge ujjak kuckója. A felnőttek részére szervezett kézműves foglalkozást február 11-én 17 órától tartják. Ez alkalommal faliképet készíthetnek az érdeklődők antikoló és szalvéta technikával. A részvételi díj 150 dinár, a kellékek 200 dinárba kerülnek. Jelentkezni a képernyőn látható elérhetőségeken lehet, a jelentkezési határidő február 9-e. A Bácskosútfalvi Idős Kovács Gyula általános iskola jótékonysági bált szervez Bál a gyermekeinkért elnevezéssel. A rendezvényre február 14-én 19 órai kezdettel kerül sor a Juhász Bál teremben. Az iskola diákjainak rövid műsora után köszöntő, majd vacsora, hajnalig tartó táncmulatság és gazdag tombola várja a résztvevőket. A belépő 750 dinár, ugyanennyibe kerül a támogató jegy is. A zenéről Bálint Robert gondoskodik, a jegyek megvásárolhatók az iskola titkárságán.
megkezdték a horgász engedélyek kiadását az idei évre. A felnőttek számára 6000 dinár az évi engedély, ami az egész Vajdaság területére érvényes. Vannak azonban különféle kedvezmények a fiatalok, a nyugdíjasok és a nők részére is. A horgász engedélyeket Topolyán is ki lehet váltani. Horgász engedély a szenioroknak, szóval a normál felnőtteknek. Felnőtteknek 6000 dinár plusz 500 dinár a tagsági díj. Egész, ez az éves engedély. Igen, ez éves engedély. Ez az engedély, szóval a minden vizekre lehet horgászni, Dunára, Tiszára, csak a komerciai, ahon a magántavak vannak. Ott nem lehet. Na akkor, vannak... Tehát ez akkor az egész Vajdaság területére egész érvényes, Vajdaság területén lehet horgászni, ebben az engedélye, ugyanúgy, mint a múlt években. Van, akik személyek 65 évent fölül vannak, a hölgyek, még mondjuk rá omladinacok. Az ifjúság, ugye? Igen, 18 évig. Azoknak az engedélyük 3000 dinár, plusz 500 dinár a tagdíj. Tehát nők, az ifjúság és a fiatalok, ugye, illetve a nyugdíjasok. Igen. Vannak ezek pionírok, ezeknek a 14 évig 150 dinár, ezek pecáznak a tagdíj könyvecskével. Uh-huh. Ezek bírnak pecázni, de úgy muszáj, hogy valaki felnőtt legyen mellett. A TSC labdarúgói folytatják az előkészületi mérkőzések lejátszását. Szombaton a Dunacsébi Cselárevó ellen idegenben vereséget szenvedtek 5-1 arányban. Az előttünk álló szombaton pedig Szegedre utaznak, az ottani Szeged 1899 ellen 13 órától lépnek pályára. A mérkőzést követően a Bajsa csapata a Szegedi Vasutas csapat ellen játszik barátságos mérkőzést. A bajnokság március közepén kezdődik. Holnap felhős idő lesz 7 fok körüli hőmérséklettel, pénteken délután ismét esőre kell számítani, ami éjjelre havas esőbe vált. A nappali hőmérséklet 6, az éjjeli 2 fok körül alakul. Szombaton délelőtt hózáporok lesznek, éjjel a hőmérséklet valamivel fagypont alá süllyed, vasárnapra megszűnik a csapadék. Ma 16 óra 30 és 19 óra 30 perctől Kultúrvarázs című műsorunkban a Topolyán megtartott magyar szó élőújságáról, a farsangi játszóházakról és az Art Gallery akvarell kiállításáról láthatnak összefoglalót. Tartsanak velünk akkor is! Műsorainkat megtekinthetik a www.express.co.rs címen, a Régió Rádiót hallgathatják, és további híreinket olvashatják a www.regioradio.co.rs oldalon, valamint követhetik híreinket a Facebookon, és köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!